Szeptember 7-én 17 órától egy nem mindennapi filmet mutatnak be a Csapár Benedek Városi Művelődési Központ mozitermében. Az Alzheimer című dokumentumfilm lebilincselő, érdekes, megdöbbentő és elgondolkodtató alkotás egy olyan betegségről, amely egyre több embert érint. Az Alzheimer-kór terjedése felkészületlenül érte az orvosokat és a családokat, ezért is fontos, hogy foglalkozzunk a betegséggel. A filmvetítés után a témával kapcsolatos beszélgetésre kerül sor. Szeptember 9-én csütörtökön zenei rendezvény helyszínen lesz a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ. Az érdeklődők a Kicsi Hang 20 plusz 1 esztendő című jubileumi nagykoncertjét tekinthetik meg. A cím arra utal, hogy az ünnepi koncert egy évet tolódott a koronavírus járvány miatt. Az est során egymás után trendülnek fel régiónk verséneklő együttesének ismert számai. A rendezvény 18 órakor kezdődik a Kultúrház színház termében. Dunaszerdahelyen idén is megemlékeznek Bihari Jánosról, a reformkor egyik legnagyobb hegedűséről, mégpedig szeptember 12-én vasárnap. A rendezvény 16 órakor kezdődik a hegedű virtuóz Komenszky utcai szobrának megkoszorúzásával, majd 18 órától ünnepi gálaműsorral folytatódik a Városi Művelődési Központban. Fellép Bangó Margit, Kalocsai Zsuzsa, Borosbajas Anita, Kollár Katalin, Bokor János és Sárközi Pál, valamint a 100 tagú cigánzenekar tagjai Berki Péter Damien vezetésével. A válogatott mérkőzések miatti szünet után a Dac hazai meccsel folytatja a bajnokságot. Nem is akármilyennel, hiszen szeptember 12-én vasárnap az ősi rivális, a bajnoki címvédő pozsonyi Szlovan csapata látogat Dunaszerdahelyre. A 17 órakor kezdődő mérkőzésen a sárga-kékek kísérletet tesznek arra, hogy felzárkózzanak az élmezőnyhöz. A Dac 6 forduló után 8 ponttal a 6. helyen áll, míg a Szlovan 100%-os teljesítménnyel 15 ponttal, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is vezeti a bajnokságot.